A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete, valamint a Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara szervezésében agrárfórumot tartottak Szekszárdon. A szakmai programon többek között előadóként részt vett Sági Tibor, aki a gabonapiaci helyzetről beszélt az ukrán export árnyékában, és kiemelte, hogy a tavaly bevezetésre került exportstop negatívan befolyásolta helyzetünket a piacon. A bizalmat vesztettünk, azt gondolom, a külföldi vevők szemében. Ez mindenképpen egy szerencsétlen döntés volt, nem is volt rá vélemény szerint szükség, de hát túl vagyunk rajta, az a szerencse, túl tovább élünk, de mindenképpen rontott a pozícióinkon. Fontos azt is tisztázni, hogy az ukrajnai gabona sokszor nem felel meg az uniós előírásoknak, hiszen Ukrajnában számos olyan növényvédő szert és egyéb anyagot használnak, amelyek az unióban már évtizedek óta tiltólistán szerepelnek. Hát a mi kikötőinkben sok gabonát kiraktunk, ami ukrán volt a tavalyi év folyamán, és mindéket vizsgáltuk. Hát az, hogy veszélyes, nem veszélyes, ez egyértelműen eldönteti, hogy nem veszélyes. Toxintartalmával a magyart az ukránnal javítottuk, és így kevertük be a kikötőinkbe az etanolgyáraknak a kukoricát. Poros volt, koszos volt, de toxintartalmú, tehát mérgező anyagokat nem tartalmazott. A szakértő hozzátette, a koronavírus járvány jelentette nehézségek után, az orosz-ukrán háború következményeivel és az energiaválsággal is meg kell küzdeniük az ágazat szereplőinek, ami még inkább átírta a világpiaci helyzetünket. Természetesen, mivel az ukrán árukat az eredeti piacaikról az orosz agresszió által kiszorultak, ugye a kikötőjüket ellehetetlenítették, ezért nyilván ezek az árumennyiségeknek egy része Európába tódult. Ez nyilván nem javította a helyzetünkön, és nem csak az, hogy Magyarország jött ebből az áruból, hanem a piacainkat is betöltötte, olasz, osztrák feldolgozóipari létesítményeket is elrakott ukrán áruval, tehát ez Magyarországnak mindenképpen káros volt, az egyértelműek. Itt a bajainknak a legfőbb és szinte egyetlen oka ez a háború. Ha a háború nem lett volna, és nem lettne az ukrán export ellehetetlenítve, akkor az ukránok a sokkal nagyobb költséggel járó alternatív útvonalakat nem keresték volna, ők vitték volna a különböző áru piacaikra, a megszakott piacaikra az árukat a saját kikötőikből. Mivel a háború legelején az orosz taktika az volt, hogy az ukrán exportot a kikötők szétbombázásával, illetve aláaknázásával ellehetetlenítsék, ennek egy szerencsétlen következménye, mi most vagyunk. Nagyon nagy bajban vagyunk, természetesen a magyarok és szerbek talán a legelszigeteltebbek, a legjobban érintettek, hiszen tengerünk, világpiaci csatlakozási pontunk nincsen, de ez a háború következménye, ez nem az ukránok hibája, ez nem az orosz emberek hibája, ez azoknak a hibája, aki a háborút kirobbantotta. A szakértő arra is rávilágított, hogy hova áramlik most az ukrán gabona. Az orosz export, most például a világpiacon a búza exportban Oroszország messze a legerősebb. Sokkal több, mint Argentina, sokkal több, mint Ukrajna, és hát ez az Európai Uniós piacainkat is sajnos elveszi. Gondolok itt Egyiptomra, a közel-keleti országokra, Észak-Afrikára, amik eddig ukrán célpontok voltak, oda most az orosz búza kezd beáramlani, jóval olcsóbbak, mint mi vagyunk, és hát ez nekünk nagyon nagy probléma hosszú távon is, nem csak rövid távon. Az is kérdéses, hogy a fogyasztói árak emelkedése és az, hogy az élelmiszeripari átadási áremelkedés mennyire fedezi majd az ipar és a termelők költségnövekményét.